Harmadszor találkozott egymással a 2015-16-os szezonban a Falkó és a Pécs kosárlabda csapata. Az előző két derbit a mecsekaljaiak nyerték, így a hazai pályán játszó szombathelyiek mindenképpen javítani szerettek volna a mérlegen. Ez végül is sikerült, ugyanis Kálmán László együttese szoros első negyedet követően magabiztos győzelmet aratott a tartalékos összeállításban szereplő pécsiek ellen. A 86-62-es végeredmény hűen tükrözi a játék képét. Nagyon nehéz mérkőzés volt, lehet, hogy az eredményből ez nem látszik, de lehetett látni, hogy mikor a Tomasz kivált a játékból, elég otthog jellegű lett a játék a pályán, de hál' Isten a második negyedben sikerült rendezni a sorunkat, és tudtunk úgymond egy magabiztos előnyt szerezni. Második fél idő, azt gondolom, már egy igaz örömjáték volt. A pécsi csapat nem is olyan régen a Magyar Kupa negyed döntőjében 81-61-re győzte le a Falkót. Ezúttal azonban Csirke Ferenc együtteséből sérülés miatt hiányzott Walker, Bíró és Harazin. Így viszont csak a tisztes helytállás lehetett a vendégek célja. Nem úgy indultunk a meccsre, hogy nekünk mindenképp mi vagyunk 100%-ban az esélyesek, meg két hete megvertük őket 20-szal, hát ezért tisztában vagyunk a Falkó erejével, főleg most az igazolások után. A Falkó most a jelen pillanatban egy olyan csapat, aki bőven esélyesen egy közéjutásra is. A Falkó gárdája a győzelmének köszönhetően továbbra is a bajnoki tabella 7. helyén áll. A sárga-feketék a héten két bajnoki meccset is játszanak. Szerdán a Szolnoki Olaj otthonában lépnek pályára, szombaton pedig az Alba-Fehérvár csapatát fogadják az Aréna Szaváriában.